Sziasztok! Egy izlandi szőlből készített nagy steamer megkötését szeretném bemutatni, ami kiválóan alkalmas különböző színekbe csukaholgászatra és természetes színekbe galócálom a lény megkötéséhez. Egy Daemon BP500-as típusú steameres horgot használok 5-ös méretbe. Lény megkötéséhez egy fehér színű 3-as méretű kötözőcénát használok. Ezt a horogfej után körülbelül 2 cm-re rögzítjük a horogszálon alapkötéssel. Ezután a fölösleges széna véget levágom. Következik a test kialakítása. Először bekötöm a flash anyagot, amihez pearl, vagyis gyöngyház színű flash boot használok. Ebből 10-15 szálat. Levágok. Ezeket ráhelyezem a horogszál tetejére, úgy, hogy a hossza megegyezzen körülbelül a steamer test hosszával, sőt egy kicsivel túl is érhet. Rögzítjük ezeket a szálakat, horogszál tetején néhány tekeréssel, majd a fej felé néző szálakat visszafordítjuk a horog öböl irányába, ezeket ebben a pozícióban rögzítjük. Ezután következik a test kialakítása, amihez 3 színű izlandi kecske szőrt használok. Az első fehér színű, ezzel alakítjuk ki a Harley Steamer hasi részét. Ezután a Steamer hát részét olívzöld színű szőrből, és ennek az olív felső testnek a tetejébe berögzítünk majd néhány szál, fekete színű szőrszálat. Először kezdjük a hasi rész kialakításával. Vesszük a bőrdalót, amin vannak a szőrszálak. Leválasztunk egy kisebb csomót. Ezeket összefogva bőrről levágjuk, ezután fésű segítségével azon a részen, ahol levágtuk a bőrdalból a szőrszálakat, egy fésűvel az apró, vékony, rövid szőrszálakat kifésüljük, így csak a szép, hosszú szálak maradnak meg. Ez azért is fontos, mert majd a légy megkötésénél, ha ezeket ott hagynánk, akkor nagyon pufók, gömbölyű halformát kapnánk. Ezt kiküszöböljük, ezért kiszedjük a vékony szálakat. Átfordítjuk a horgot. Ezután ezeket a szőrszálakat ráhelyezzük a
fej után. Szabadon hagyott két centi végénél. Néhány tekeréssel rögzítjük. Ezután megemeljük a szőrszálakat. Előre visszük a kötőcélnát a fej után körülbelül fél centire. Majd rögzítjük itt a szőrszálakat tovább. Egy kis pinyatragasztóval bekenjük rögzítendő részt, így a szőrszálak és a szőrcsomó, mikor kész van, nem fog forogni a lokszál körül. Akkor ezzel meg vagyunk, visszafordítjuk a horgot, megigazítjuk a fehér szőrszálakat, úgyhogy a horog oldalán 180 fokba helyezkedjenek el. Ezután következik fekete rész, tehát a háti részen lévő fekete csík berögzítése. Ehhez leválasztunk néhány szál fekete színű szőrszálat, ebből kevés kell. Ennek a lényege, hogy a testnek ad egy kis sötétebb árnyalatot. Ezt ugyanabban a pozícióban beállítjuk megfelelő hosszúságra, fölösleges darabkát levágjuk, ezt ráhelyezzük a fej után, majd ezeket a szőrszálakat horogszál tetején néhány tekeréssel rögzítjük. Következik a hátrész kialakítása, amihez olív színű szőrszálakat használunk. Leválasztunk egy kisebb mennyiséget, kisebb csomót. Majd ezeket. Bőrdarabról tövénél levágjuk. Ebből is a fölösleges bőr felőli vékony rövid szálakat kifésüljük. Bekenjük még egyszer a lokszál tetejét pillanatragasztóval. Ráhelyezzük a lokszál tetejére a szőrcsomót. Megemeljük a szőrcsomót, előre visszük a rögzítés horogfej felüli kezdetéhez. Is két-három tekeréssel rögzítjük. Ezután még egy kis pillanatragasztó. Rögzítjük az egész szőrcsomót ezen a 1,5-2 centis részen. Ezután ezeket is a fennmaradó 180 fokos szögbe szálakot megigazítjuk, egyenletesen fog eloszlani
különböző színű szőrcsomók. Ezután következik az oldalvonalak bekötése, amihez egy speciális lateral scale nevezetű hosszú csillogó színű műanyag szálakat használok. Ebből veszünk két darabot, két szálat. Az egyiket holokszál egyik oldalán rögzítjük, úgy, hogy a hosszabbik felem szintén a holog fej felé nézzen, hossza feleljen meg rögzített szőrszálak, tehát a test hosszával. Ezután rögzítjük a másikot is, ugyanebben a pozícióban, ugyanebben a hosszúságban a holokszál másik oldalán. Úgyhogy a rögzítés, tehát ez a szál a két, a fehér és az olív színű szőrszálak határához kerüljön. Akkor ezzel meg vagyunk. Bekenjük még egyszer a rögzítést. Ezután a kötöző szénát levágjuk. Fésű segítségével hátra fésüljük szépen a szőrszálakat. Ezután következik test végleges kialakítása. Fej rögzítése, egy Pro Soft Head nevezetű műanyag áttetsző szilikon fejet használok, medium vagy small méretben, amihez 6 mm átmérőjű fej jár, vagyis szem jár. Veszünk egy fejet, ezeket a szemhelyén, tehát a vágatba bekenjük ragasztóval. Én ehhez egy Bizon nevezetű flexibilis ragasztót használok, mert ez hatások, külső behatások ellenére is jól fogja tartani a szemet, nem fog leesni, nem fog lepattanni. Mind a két oldalát ezzel a ragasztóval bekenjük, tehát mind a két szemvágatot. Ezután megkenjük a szemeket is, amihez egy Trutline nevezetű 3D-s szemet használok, 6 mm-est. Ezeket a szemeket is bekenjük ezzel a ragasztóval. Várunk 5 percet körülbelül, hogy a
hogy a ragasztó megkössön. Majd a szemeket belehelyezzük a vágatba. Megfelelő pozícióba. Kézzel jól megnyomjuk. Ezután testanyagot, szőrszálakat hátra simítsuk. Hologöbör fele, úgyhogy egyenletesen hosszuljanak el a testen. Mikor ezzel megvagyunk, pillanatragasztóval fej felüli részen körülbelül 1 centi szélességbe bekenjük, hátra hagyjuk a fekete színű szálakat is, majd a fejet rányomjuk. Megigazítjuk a szőrszálakat. És kész is van a streamerünk. Jó szórakozást az elkészítéséhez. Sziasztok!